2 milliárdos fejlesztés vásárosnaményban. A turisztikai fejlesztések mellett az energetikai beruházásoké lesz a főszerep a városban 2020-ban. Télen is fontos a véradás. Ebben az évszakban észrevehetően csökken a véradási kedv, pedig naponta országosan 1800 véradóra lenne szükség. A rászorulókat segíti az illegális tűzifa. Az elkobzott termékekből csaknem 1300 köbméter tűzifára pályázhatnak ingyenesen önkormányzatok, közhasznú szervezetek, valamint egyházak és egyházi jogi személyek. Közel 2 milliárd forintnyi fejlesztés valósulhat meg idén Vásárosnaményban. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A Tiszapart rekonstrukciója mellett turisztikai fejlesztésekre, közintézmények energetikai korszerűsítésére, utak és kerékpárutak építésére, valamint határon átnyúló projektek megvalósítására is készülnek a beregi településen. Az ötvös kúria még romos állapotban áll Vásárosnamény szélén, azonban a projekttábla már jelzi, hogy hamarosan megváltozhat az épület és a környezete is. A városban számos beruházás és fejlesztés valósulhat meg 2020-ban, folytatják a korábbi topos projekteket, és számos új fejlesztésbe is belekezdenek. Elsődlegesen a ötvös kúria fejlesztése és teljes felújítása indul el. Nagyon nagy hangsúlyt fektetünk itt a zöld felületek növelésére, hiszen a klímastratégia itt van előttünk, tudjuk azt, hogy oda kell ügyelnünk arra, hogy egy város, egy térségi központ milyen formában ad mintát és szolgáljó példaképpel a térség előtt. Épp ezért a zöld felület növelése mellett odaügyelünk arra is, hogy a közlekedés kapcsán olyan parkolóhelyeket alakítsunk ki, amelyek lehetővé teszik azt, hogy az autókat az emberek a városközponthoz közel tudják letenni, és esetlegesen gyalogosan jussanak majd el a boltokhoz. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a múltra ügyelve, az ötvös család emlékét megőrizve a kúria visszakapja régi formáját. Ugyanakkor a gyermekekre is figyelünk, majd egy játszótér is épül majd erre a területre. A településen továbbra is kiemelten fontosak a turisztikai fejlesztések, mely keretében a tiszaparti beruházások is hamarosan megkezdődnek. Itt több mindenben gondolkodunk, mobil játszótér, a komfortosítás tükrében, aki kerékpárral érkezik, tudjon hajóba ülni, aki hajóval érkezik, tudjon bringára pattanni, de nagyon fontos, hogy olyan szociális blokkokat is kialakítunk, amely a kulturális tisztálkodást, átöltözési lehetőséget biztosít, és persze szeretnénk, hogy azt is, hogyha aki kipattant a kajakból, kenuból, azonnal tudja bekapcsolni a mobilját, és a wifi, free wifi-ként működik majd Gergely-Ugornyán is. A turisztikai fejlesztések mellett az energetikai beruházásoké lesz a főszerep a városban 2020-ban. Több közintézmény is megújulhat, nyilászáró cserékre, hőszigetelésre, napelemes rendszerek kiépítésére és gázkazán cserékre is sor kerül idén. Többek között a Vitkai Általános Iskolában, az Ötvös József Általános Iskolában és a II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban is, melyek összértéke közel 700 millió forint lesz. A településen ezen túl a közlekedés fejlesztés is folytatódik idén. A Magyar Közúttal együttesen olyan projektet dolgoztunk ki az elmúlt év végén, amely kapcsán egy 500 milliárdos nagyságrendben a legjelentősebb útjainak a burkolatát teljesen fel tudjuk újítani, illetve ide a városközpontba, a Szabadság tér és a Rákóczi út kereszteződésébe egy mini körforgalom kerül kiépítésre, ezáltal biztonságosabbá és egy kicsikét gyorsabbá téve is a közlekedést, valamint a Szabadság tér, Kossuth utca, Radnóti utca, Rákóczi utca, valamint a Kölcsei és az Árpád utca teljesen megújul, új patkát és új útburkolatot kap majd. A polgármester hozzátette, különleges helyzetben van Vásárosnamény abból a szempontból, hogy a beregi térség 3 országgal határos, így kiemelt jelentőséggel bírnak a határon átnyúló projektek is, melyekben testvértelepüléseikkel közösen is pályáznak majd együttműködésekre. 2019-ben több mint 350 ezer önkéntes adott vért az ország közel 10 ezer véradó eseményén. A Magyar Vöröskereszt adatai szerint nekik köszönhetően a megmentett életek száma meghaladja az 1.131 ezret. A levett vérből plazma készítmények, vörös vérsejt és vérlemezke koncentrátumok készülnek. Télen észrevehetően csökken a véradási kedv az önkéntesek körében, pedig naponta országosan 1800 véradóra lenne szükség ahhoz, hogy biztonságos mennyiségű vérkészlet álljon a szakemberek rendelkezésére. A téli hideg időszak mellett jelentősen befolyásolja a véradók számát a megfázásos időszak és az influenza járvány. A rendszeres donorok értesítést kapnak a Vöröskereszttől, amelyben jelzik, hogy lejárt az 56 nap, így újra mehetnek vért adni.
Az említett időszakban azonban rájuk sem lehet mindig számítani. Nagyon sokszor egy-egy felső légúti fertőzés, vagy valamilyen más betegség, ami egyébként egy múló állapot az életükben, távol tartja őket a véradástól, nem tudnak eljönni, le van gyengülve az immunrendszerük. Vannak periódusok, amikor jobban oda kell figyelnünk erre a donorpótlásra, jobban és erősebben meg kell szólítanunk azokat a donorokat, akik még nem voltak, vagy régen voltak, vagy elfeledkeztek, vagy valami miatt nem úgy jött ki a lépés, hogy el tudjanak jönni a véradásokra, hogy ezekben az időszakokban aktivizálják jobban magukat, és tegyék meg azok helyett a donorok helyett, akik viszont rendszeresen járnak. A véradónak át kell esnie egy orvosi vizsgálaton. Testsúlyának meg kell haladnia az 50 kg-ot, és fontos feltétel, hogy a donor 18 és 65 év közötti legyen. Ezért a Magyar Vöröskereszt a középiskolákban évente 2-3 alkalommal szervez véradást. Ilyenkor a cél, hogy megszólítsák azokat a diákokat, akik később rendszeres véradók lehetnek. A tapasztalatok szerint a fiataloknál megoszlik a hajlandóság a véradásra. Van, aki szívesen elmegy, és sokan otthon is látják a pozitív mintát. A másik csoport inkább kifogásokat keres és talál, tette hozzá a megyei igazgató. Náluk az iskolai védőnők és pedagógusok szerepe nagyon fontos, ők tudják ugyanis motiválni ezeket a fiatalokat. Volt olyan példa, hogy egy-egy iskolában, de az egyik iskolában jöttek a fiatalok, látszott, hogy tetszene nekik ez a dolog, hogy valami miatt úgy gondolják, hogy ez mégis egy ilyen vagány ügy, hogy nyújtom a karomat, utána ott van az a hatalmas nagy bumszli odaragasztva, és akkor látszik, hogy valami jót csináltam, de egyszerűen óckodtak a tűnek a látványától, úgyhogy úgy zajlott a vírodás, hogy a kolléganőim egy A4-es papírral letakarták a karjukat, és akkor nem történt semmi, és mondták, hogy oké, hát ebbe. Ez aztán végképp egy jó élmény volt, attól, amitől féltek, az nem következett be, tehát legközelebb is el fognak jönni véradásra, mert hogy ez így egy buli volt, ez tetszett nekik. A cél 2020-ban is az, hogy minél több módon, minél több donort érjenek el a szakemberek. Ez megyénkben különösen nagy kihívás, hiszen jelentős az előregedés és az egészségromlás, az utánpótlás viszont nem tud ezzel az ütemmel lépést tartani. Pedig a véradás a véradó egészségét is szolgálja, hiszen a kötelező tesztek elvégzése után nem csak a vércsoportját ismerheti meg, a szűrővizsgálat kiterjed a HIV, a hepatitis B és C, valamint a szifilisz kimutatására is. Az illegális eredetű fatermékek közérdekű célú felhasználására indított pályázati lehetőséget a NÉBIH. Az Agrárminisztériumban tartott sajtótájékoztatón bejelentették, hogy az EUTR ellenőrzések során elkobzott termékekből a program első szakaszában csaknem 1300 köbméter tűzifára pályázhatnak ingyenesen önkormányzatok, közhasznú szervezetek, valamint egyházak és egyházi jogi személyek. Zsigó Róbert élelmiszerlánc felügyeletért felelős államtitkár elmondta, hogy 2015 óta a faanyag kereskedelmi lánc ellenőrzése is a NÉBIH feladatai közé tartozik. A hatóság dolga, hogy az illegális tevékenységből származó faanyag piacra jutását, valamint értékesítését is megakadályozza. A fatermékek nyomon követhetőségét, mennyiségi, minőségi és fajtabeli azonosságát a NÉBIH a teljes láncban az egész ország területén ellenőrizheti. Mint ismertette, az illegális eredetű faterméket forgalomba hozó és a vásárlókat megkárosító személyekkel szemben a NÉBIH EUTR részlege mintegy 157 millió forint értékben szabott ki erdővédelmi bírságot és rendelte bevételelkobzást az elmúlt 5 évben. Emellett csaknem 3000 köbméter illegálisan kitermeltnek minősülő faanyagot is elkoboztak. Az EUTR szabályozás célja, hogy megakadályozza az illegális fakitermelésekből, erdőirtásokból származó faanyag Európai Unió területén történő értékesítését. Az Agrárminisztérium közleményéből kiderül, hogy az elkobzott fatermékeknél az uniós szabályok is lehetőséget adnak a közérdekű célokra történő felhasználásra. Ezzel egyrészt csökken a környezeti terhelés, mert az elkobzott, de újrahasznosított tűzifa helyett ugyanezen célra már nem vágnak ki újabb fákat, másrészt pedig a rászorulók szociális helyzetének javításához is hozzájárulnak. A megjelent pályázatra önkormányzatok, közhasznú szervek, valamint az egyházak, egyházi jogi személyek jelentkezését várják. A jelentkezés díjtalan, az elektronikusan beküldött pályázatok elbírálása a kérelmek érkezési sorrendjében történik, és a beérkezéstől számított 30 napon belül döntés is születik.
A közleményből továbbá kiderül, hogy a kormányzat szociális tüzelőanyag programjának keretein belül az elmúlt 10 évben csak az állami erdőgazdaságok összesen közel 1 millió 150 ezer köbméter szociális tűzifát biztosítottak a rászorulók számára. A NÉBIK jelenlegi pályázata a faanyag készletek kimerüléséig folyamatosan nyitott, a rendelkezésre álló készletadatokat a NÉBIK munkatársai naponta frissítik. A pályázat részleteiről pedig a hivatal honlapján tájékozódhatnak az érdeklődők. Akár a termékeny nők 10%-át is érintheti az endometriózis. Sok szempontból még mindig rejtélyesnek számít a betegség, mivel az orvosok a mai napig nem tudják a pontos kiváltó okokat. Nyíregyházán második alkalommal szerveznek programokat az endometriózis világnapja kapcsán, ebben az évben, március 7-én. A betegségről egyre többet beszélnek az érintettek és az orvosok is, hogy a rendszeres szűrővizsgálaton korai stádiumban felismerjék a problémát. Az endometriózis gyakorisága az elmúlt években egyre nőtt. Mára kijelenthető, hogy a termékeny korban lévő nők akár 10%-át is érintheti, így minden tizedik nőt 15 és 45 éves kor között. 2007-ben még 5-10%-os gyakoriságról beszéltek az orvosok, ez már inkább a 15%-ot közelíti. Tünetei között két fontos tényező szerepel, a fájdalmas menstruáció oka 40-60%-ban az endometriózis, és a terméketlenség 20-30%-ának hátterében is ez a betegség áll. Bélrendszeri érintettséggel a székrekedés, véres széklet és vizelet, valamint a vizelési és alhasi fájdalom is jelentkezhet tünetként. Maga az endometriózis az ugye maga a ményák, a hártya az endometriumnak a nevéből ered, hiszen a normális esetben ez a mély üregen belül megtalálható, és a mély üregen kívüli endometriumok okoznak problémát. Ez ugye lehet esetleg egy csokoládéciszta, ez még a jobbik eset, vagy pedig maga a bélrészen, hólyag részen, a hasúregi részben megtalálható. Mi a tapasztalat, hogyha az érintett betegség, ben szenvedő hölgyek találkoznak, tapasztalatot cserélnek, ha már ugye tudják, hogy mi a probléma, az előre tudja elvinni esetleg a folyamatokat. Mindenféleképpen fontos, hogy tudják, hogy nincsenek egyedül. Amíg egyedül érzi magát valaki, sokkal könnyebben lemond magáról is, illetve arról is, hogy minél előbb diagnosztizálva legyen a betegsége. Viszont, hogyha látja, hogy igen, más is ugyanebben a betegségben szenved, és végigmegy az úton, és esetleg sikerül a baba, akkor már könnyebben erőre kap, és ezek a világnapok is arra szolgálnak, hogy megmutassuk, hogy igen, nincsenek egyedül, kapnak segítséget, ez akár lehet egy érintett, lehet maga az alapítvány, vagy az orvos. Ennél a betegségnél is az lenne a legfontosabb, hogy a nők minél gyakrabban vegyenek részt szűrővizsgálatokon, főként a felsorolt tünetek esetén, így minél korábban tudják diagnosztizálni az endometriózist. A betegség sok szempontból még mindig rejtélyesnek számít, mivel az orvosok sem tudják meghatározni a pontos kiváltó okait. Tavaly márciusban már szerveztek világnapi programot Nyíregyházán több mint 50 fő részvételével, majd augusztusban egy jótékonysági futást. Ennek a bevételéből októberben és novemberben úgynevezett tini kisokos kiadványokat osztottak ki a házi orvosoknál, a gyermekorvosoknál és gyógyszertárakban. Lényegében ez a kisokos, ez maga az endometriózisról szól, a tünetekről, hogy mit figyeljünk meg magunkon, illetve a specialistákat ajánlja, és magát az Együtt Könnyebb Női Egészségért alapítványt, hogy hol lehet esetleg segítségért hozzájuk fordulni, és milyen segítséget tudunk nyújtani. Miért nevezhető ez a tünetegyüttes, ez a betegség rejtélyesnek? A mai napig nem találják meg a kiváltó okát. És mivel a kiváltó okát nem tudják, így csak tünetileg lehet kezelni. Ez lehet műtéti úton vagy gyógyszeres kezeléssel. Ebben az évben, március 7-én a Hungest Hotel Sóstóban szerveznek újabb endometriózis világnapot, ahol az érintettek mások történeteit is megismerhetik, de az alternatív gyógyászati lehetőségekkel is foglalkoznak majd, illetve orvos szakértő vendéget is meghívtak, aki a résztvevők kérdéseire is válaszol majd. Akik nem tudnak ellátogatni a programra, ők bármikor kereshetik a Női Egészségért Alapítvány munkatársait.
Nem sikerült a triplázás, vereséget szenvedett a Magyar Kupa döntőjében a Fátum Nyíregyháza. Hollósi László együttese a Continental Arénában kapott ki a Vasas Óbudától. A döntőt felvezető bronzmérkőzésen az UTE 3-0-ra verte a Jászberényt, így az újpestiek szerezték meg a harmadik helyet a Magyar Kupában. A finálé első játszmáját a Fátum Nyíregyháza kezdte jobban, már 7 ponttal is vezettek, a végén szetlabdához jutó hazaiak, de a Vasas Óbuda fordítani tudott és 27-25-re megnyerte a játékrészt. A folytatásban is lendületben maradtak a vendégek, és a 17-re nyert szetnek köszönhetően már 2-0-ra vezettek a fővárosiak. A harmadik játszma végjátékában meslabdához jutott a Vasas, de ezúttal a nyíregyháziak fordítottak, és 26-24-re nyert szettel szépített Hollósi László együttese. A negyedik játékrész is izgalmasan alakult, a Vasas vezetett, de a hajrában utolérte ellenfelét a Nyíregyháza. Egyenlíteni azonban nem sikerült, a fővárosiak ötödik meslabdájukat értékesítve 3-1-re megnyerték a mérkőzést és a Magyar Kupát, a legutóbbi két kiírásban győztes nyíregyháziaknak pedig ezúttal meg kellett elégedniük az ezüstéremmel. A Kaposvár elleni győzelmet követően szombaton felcsútolni pályára a kisvárdai futballcsapat. Bódog Tamás jelenleg 9. helyen álló együttese, a 4. Puskás Akadémia vendége lesz az NB1 21. fordulójában. Az elmúlt hét közepén vett át a szakmai munka irányítását Kisvárdán Bódog Tamás, aki gyakorlatilag egy közös edzést követően már élesben a Kaposvár elleni bajnoki meccsen mérhette fel új csapatát. A Kisvárda 5-3-ra megnyerte a számára rendkívül fontos találkozót, így a belépő tökéletesre sikerült. Ezen a héten már végig a Németországból érkező szakember irányításával készül a Várda, és a vezetőedző elmondása szerint elégedett az eddig tapasztaltakkal. A csapat az húz, ahogy kell. Jó játékosokból áll a keret az jól lett összerakva, úgyhogy bízok benne, hogy eredményesen tudunk együtt dolgozni. Természetesen, mivel az elődök jól dolgoztak, csak más felfogásba, akik eddig a csapatot próbálták kialakítani, de megpróbáljuk azok az elvek alapján ugyanúgy azt továbbvinni, de megvannak nekem is azért az én filozófiámnak az alappillérei, amit mindenképpen meg szeretnék valósítani. A Kaposvár elleni mérkőzésen a kispadról beszálló Tischler Patrik 3 fejes góllal vette ki részét a győzelemből. A támadó szeretné, ha szombaton is 3 pontnak örülhetne társaival. Az utóbbi időben kevesebb szerep jutott rám, de próbáltam motivált maradni, és próbáltam úgy teljesíteni edzéseken is, hogyha beállok, akkor segítsem a csapatot. Hál' Istennek ez most sikerült gólokkal is, és az a legfontosabb, hogy nyert a csapat, mert nekünk nagyon fontos volt itthon tartani a 3 pontot. Úgy gondolom, hogy most ez egy kicsit önbizalmat tud adni, nekem is, illetve a csapatnak is. Megyünk előre, úgyhogy nincs mese, a Puskással elnyerni akarunk hétvégén. Az NB1-es tabella élén a Ferencváros áll 43 ponttal, megelőzve a két meccsi a többet játszó 40 pontos Mólfehérvár FC-t. A Puskás Akadémia 31 ponttal a negyedik, a Kisvárda 24 ponttal a 9. helyen várja a szombati mérkőzést. Mindenki ellen úgy kell fölmenni a pályára, hogy meg akarjuk nyerni a meccset, és ezért úgy is fogunk fölmenni, mert meg is lehet nyerni minden meccset. Az, hogy ez mire lesz elég, azt még nekem is nehéz megítélni, mert nem ismerek minden csapatot, de én bízok benne, hogy azért előrébb tudunk majd lépni. A 21. forduló további párosítása a következő: Debrecen Mezőkövesd, Zalaegerszeg Újpest, Kaposvár Budapest Honvéd, Diósgyőr Paks és Ferencváros Mólfehérvár FC. Hajdúböszörményben kezdi a tavaszi idényt vasárnap az MB2-es nyírbátori férfi kézilabda csapat. A Csapos János által irányított együttes jelenleg a 7. helyen áll az észak-keleti csoportban. A cél az, hogy dobogó közeli helyen végezzen a nyírbátor. Az őszi szezon első fele nem túl jól sikerült a nyírbátori csapat számára, az idény hajrájában azonban 4 játékossal megerősödve 4 győzelmet szerzett Csapos János együttese. A téli szünetben egy kézilabdázóval bővült a keret, Szűcs Balázs Nyíregyházáról érkezett az NB2 észak-keleti csoportjában 7. helyen álló gárdához, amely bizakodva várja a tavaszi rajtot. Január 7-én kezdtük el a felkészülést, heti 4 alkalommal 4 edzés. Hát ez tulajdonképpen a hétköznapi menetrendünk, mert felkészülési időszakon kívül is, tehát úgymond alapozáson kívül is 4 edzéssel készül a csapat. Jól sikerült, úgy érzem, elkerültek bennünket a sérülések, illetve különösebben a járványok sem sújtották a csapatot. Tehát elvégeztük a munkát. A felkészülés során 3 edzőmérkőzést játszottunk, amelyet ilyen erős sorrendben állítottunk föl Nyíregyháza ifjúsági csapata ellen,
aztán utána játszottunk a Fehérgyarmat, jelenleg megyei bajnokságot vezető csapata ellen, illetve az elmúlt pénteken az osztálytárs Nádudvar vendégei voltunk. Mind a három mérkőzést sikeresen vívtuk meg, ami az eredményt illeti. Egyébként rámutattak azokra a hiányosságokra még, amin csiszolni kell. Az elmúlt két évben az őszinél tavasszal jobb teljesítményt nyújtott a Nyírbátor. A szakágvezető reményei szerint ebben a szezonban is így lesz majd. A tavaszunk az elég erős szokott lenni, ebben bízom az idén is. A sorsolás szeszélye folytán úgy alakul a menetrend, hogy ugye kezdünk Hajdúböszörménybe, majd utána jön a Füzesabony, aztán megyünk Hajdunánásra, jön a Deac. Az első 4-5 mérkőzésen tulajdonképpen el is fog dőlni a tavaszi sikeres, vagy arra nem is gondolok, hogy sikertelen szereplésünk. Tehát bízom benne, hogy egy huszáros tavasszal ismét dobogó közelbe fogunk tudni kerülni. Ez a célunk. A Nyírbátor Hajdúböszörményi vendégjátéka mellett a megyebeli csapatok közül a Kisvárda Füzesabonyba, a Tiszavasvári pedig Gyöngyöse látogat a tavaszi nyitófordulóban. Vasárnap ismét hazai környezetben lép pályára a Nyíregyháza Spartakusz. Lengyel Roland jelenleg 8. helyen álló együttese az MB2 24. fordulójában a 15. Ajkát fogadja. A mérkőzés 14 órakor kezdődik a Városi Stadionban. A forduló további párosítása a következő: Vác-Soroksár, Budafok-Dorog, Szombathely-Csákvár, Gyirmót-Szolnok, Siófok-Szeged, Kazinc Barcika, Eto FC Győr, Vasas, Tisza Kécske és MTK Budapest Békés Csaba. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Megújul a Gergely-Ugornyai strand, a Vásáros-Naményi kerékpárút hálózat bekapcsolódik a Beregi hálózatba, és teljesen felújítják az Ötvös Kúriát 2020-ban Vásáros-Naményban. A turisztikai fejlesztések mellett az energetikai beruházásoké lesz a főszerep a városban, így több közintézmény is új nyílászárókat, hőszigetelést és napelemrendszert kap. A településre érkező pályázatok összértéke közel 2 milliárd forint lesz 2020-ban. Télen észrevehetően csökken a véradási kedv az önkéntesek körében, pedig naponta országosan 1800 véradóra lenne szükség ahhoz, hogy biztonságos mennyiségű vérkészlet álljon a szakemberek rendelkezésére. 2019-ben több mint 350 ezer önkéntes adott vért az ország közel 10 ezer véradó eseményén. Az illegális eredetű fatermékek közérdekű célú felhasználására indított pályázati lehetőséget a NÉBIH. Az Agrárminisztériumban tartott sajtótájékoztatón bejelentették, hogy az ellenőrzések során elkobzott termékekből csaknem 1300 köbméter tűzifára pályázhatnak ingyenesen önkormányzatok, közhasznú szervezetek, valamint egyházak és egyházi jogi személyek. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták február 14-én pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk, szombaton pedig heti hír összefoglalónkkal várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is visszanézhetik a weboldalunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, kellemes hétvégét, jó pihenést kívánok. A viszontlátásra!